Egy hónap hiány, egy éve Tarra Bodan egy molotov koktélos és egy fegyveres támadás követően három fiatal embert tartóztattak le, gyanúsítottként, Kusama János, üdvözlöm, Németh Renátot, Szabó Adalját, és itt van jogi képviselő, magyar elemző, ügyvéd úr. Ugye azt, ha jól olvasom, ami a tudósításokban van, annak okán gyanúsították önöket, hogy egy tanú vallomása szerint olyan ruhában voltak, mint a vélt elkövetők, valamint, hogy egy fegyvert láttak az önök kezében. Nekem van egy szomszéd asszonyom, az most terhes. Ugyanolyan zakója van a postásnak is, mint nekem, az elkövetés eszköze is birtokomban van, és mégsem engem vádolnak meg abban, hogy én vagyok az apa. Szóval miért feltételezték azt, hogy egy roma családnak a házába bedobnak egy molotov koktélt, meg hogy lőporban, hiszen valamilyen fegyverük volt a ruhájukon, hogy önök lennének az elkövetők? Nem tudjuk, hogy hát is. Valamit csak mondtak ezen kívül, nem? Hát csak mondjuk mi lett volna az indítók? Haragusaink voltak. Haragusaink. Hogy? Tehát ez a tanú, aki ezt mondta, vagy az, hogy nevezzük, ez mindenkinek ez haragus volt. Tehát valamilyen viszonyban voltak azokkal, akik elszenvedték ezeket a támadásokat? Nem. Félreértés van, tehát ők a tanúk nevezik haragosnak, aki tulajdonképpen azt hallotta, hogy náluk ilyesmit látott. És ilyen ruhában voltak. Na most ennek okán önöket letartóztatták, bebörtönözték, ennek 11 hónap. Igaz? Igen. Most, ha nem derül fény arra, és nem tartóztatják le mondjuk a többi gyilkosságú gyanúsítottjait, akkor urak még mindig bencsicsülnek a börtönben? Hát ha szerkesztő hozzám szól, akkor azt mondom, hogy sajnos igen. Nagyon sok magyar büntetőjárás van, ahol az a tapasztalatunk most nagyra inkább, hogy tulajdonképpen szerencsén múlik az, hogy a nem igazi elkövetők meddig maradnak benne, az igazi elkövetőket pedig mitől kapják el. Ez hiszen nem kell sorolnom a példákat, amikor ez történt. És azért egy pillanatban én megállnék ennél a tanulnál, aki különösen védett tanul egyébként, de tudjuk, hogy ki az, aki egy refűrészelt csövű puskát látott, állítok az egyiküknél, és a ruházatra hasonlított. Nem tudjuk. Nem ismerik ezt a vallomást. Ja, hogy erről szó sem volt? Nem. Tehát önöket is tartani, tehát nem, az eszköz nem találták meg az önök lakásán? Nem, semmit nem találhatták. Nem találhatták. És a lőpor az miért volt? Most a Verebes úrban nem szokott kukázni, például. Kukázni? Azt nem szokott. Ez csak egyik variáció annak, hogy például hogy kerülhet, egyébként nem lőpor találtak rajta, ez is tévedés, és a rendőrség egyik ilyen falsz információja. Mint hogy az is, hogy beismerte, nem igaz. Hát én ismerem a szakvéleményeket, ahhoz hasonló elemi anyagokat találtak rajtuk. Ez volt ami rákerülhetes. Ez a bizonyos lőpor, amit ők lőpornak neveznek, én meg azt mondom, hogy ólom, bárium, antimón, ón, tehát ilyen anyagokat találtak különböző mennyiségben, ami én azt mondhatom, hogy rákerülhetett például akár akkor is, amikor a kommandósok, hogy mondjam, elég durva és a sajátos módon elfogták őket annak idején, mint tanulmányodom. Uraim! Nyugodtan, őszintén mondhatják. Diszkriminatív módon bántak önökkel? Igen. Tehát, hogyha önök származásuk szerint nem romák, akkor más elbánásban részesültek volna az alatt a 15 hónap alatt? Igen. Az is közül. Igen. Ha most romák vagyunk, vagy magyarok? Bocsánat, kérlek, a romák nem magyarok? De magyar állam. Hát magyar, igen, de hát. Hát szóval azt kérdezem én, hogy én szerintem az országban vannak romák és nem romák. Igen. És vannak magyarok, akik lehetnek romák és nem romák is. Igen. Egyébként nem mi mondjuk ezt a különbségtételt. Én tudom. Nem azt mondjuk. Én azért kérdezem ezt, hogy mennyivel egyszerűbb három roma fiatalembert letartóztatni valamilyen ok folytán, és mennyi az, hogy hát úgyis a romák, hát akkor biztos, hogy ők voltak azok. Aminek logikája nincsen, mert nem értem, hogy egyik roma, másik a roma házára miért dob egy molotov koktélt. Ha csak nem tudom földeríteni azt, hogy mi a konfliktus.
Azt mondjuk is feltettük magunkat ezt a kérdést. Hiába mi mondtuk, hogy nem követtük el ezeket a bűncselekményeket. És mégis. Mert egy hamis tanúvallomásnak jobban hittek, mint mindenki. A három értelemben első és második, harmadik tanúvallomása között vélhetőleg föl valami fajta ellentmondás vagy gyanú, ami esetleg bizonytalanná tette azt, hogy ők szabad lábra kerüljönek. Természetesen igen, hiszen elkezdték őket faggatni arról, hogy ugye a dolog az vasárnapra hétfőre viladó éjszaka történt. Arról faggatták, hogy a vasárnap délelőtt mit csináltak. És elmondanám, hogy mint ahogy hiszem a szerkesztőn is, ha megkérdeznék, elég ellentmondásosan nyilatkoztak, nem emlékeztek, hogy mikor mentek el az édesapjukhoz, nem emlékeztek, hogy melyik kerékpárral mentek, a rendőrök nagy élvezettel zavarták bele őket olyan ellentmondásokból, hogy nem is igaz, hogy az apát kerékpárja volt, hanem a szomszédé volt. Szóval rengetegen ellentmondást találtak, ami őket újra és újra meggyőzte arról. És elnézést kérek, nem akarok személyeskedni, de most a szerkesztő urat mondjuk az Amuzási úton egy lefüggőszercsővi puskából látnák sétálgatni. Ebből hogy következik az, hogy Tarna Bodon lövöldözött és molotov koktélokat dobált? Amikor az esetükben ez történt? Csak a megközelítésnek a kérdése. Igen, igen. Volt-e önöknek bármi kisebb saruk is, ami miatt esetleg tartani kellett volna attól, hogy meggyűlik a bajuk a rendőrséggel? Hát őszintén. Ja, hát tudni sem. Hogy... Hát apróság. Azt kérdezte Berezsi, most egy ilyen apró kis sáruk. Apróságos voltak. Pénzbírság, ilyenek, de más-más nem. Nekem nem volt semmi. Önök hárman előtte is baráti kapcsolatban voltak? Igen. Tehát nem összeszedték önöket, hanem nem. Azt mondták, ez a társaság lehetett. Igen. 11 hónapig voltak börtönben. Előtte voltak? Már büntetve? Soha. Jó. Mi a teendő? Hát én úgy gondolom, hogy a törvény is megmondja azt, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Amint a kézbe kapjuk a nyomozást megszüntető határozatot, hiszen még nem kaptuk meg, sőt a letartóztatást megszüntető határozatot sem kaptuk meg, csak tegnap. Hát akkor hogy szabadlábra helyezett? Hát, igen, ez egy érdekes kérdés, tehát még határozat sem volt. Ez nem szerecsen mosatás? Tehát az, hogy elkapták a gyanúsítottakat, akkor gyorsan szabaduljunk meg ettől a kovancstól, ahol tévedtünk? Ezt a mostani véleményt nem kívánom cáfolni sem, megerősíteni sem. Nyilván nem az én dolgom, hogy ezekben állásfoglalják. Én csak azt mondom, hogy az eredeti kérdésre válaszol, vagy természetesen kérünk általánítást. És az is természetes, hogy ez elég jelentős összeg, de ezt a sajtóban már megjelentek konkrét összeget is, ez nem igaz, hiszen nyilvánvalóan ez még egy hosszabb tárgyalási folyamat. Kíváncsi vagyunk az államnak a toleranciájára is, esetleg mennyire smucigok ilyen dolgokban, sajnos eléggé azok. Uraim, ültek benne a börtönben, az zárkában. Egy zárkában voltak? Nem. Külön zárkában. Ültek benne 11 hónapja úgy, hogy tudták, hogy nem ennek követték el. Hogy történt, amikor közölték, hogy fel is út, le is út, el lehet menni? Egy hétfő nap történt, és 14:30 szóltuk be, hogy pakoljon, mert szabadul. Ez olyan hirtelen történt, nem is vártuk. Tudtuk, hogy szabadulunk, csak még nem ilyen hamar vártuk ezt a szabadulást. Mert úgy gondoltuk, hogy el kell tenni egy pár hétnek. Még bebizonyosodik azt, hogy nem mert tudom. Tudomásuk volt a fejlemények. Igen. És remélhették, hogy akkor mégis csak kiszabadulnak, igen? És akkor beszóltak, 14:30 szabadulok, pakoljak, mert szabadulok. Összepakoltam minden is, utána áthoztak az ötödik előbb a Markóba, és onnan 8 óra körül kiengedtek. Este 8 óra. Kinek a határozata az, hogy valakit kiengedtek a börtönből? A jogszabályok szerint ott dönthet benne a bíróság is, és az ügyészség is. Na most az ügyészség döntött jelen esetben a rendőrség előterjesztésére. Hát a rendőrség ebben nagyon korrekt volt, hiszen amint az ünnepek teteltek most a 20. ünnepek, hétfőn reggel már előterjesztést tettek a Pest megyei főügyészségre az azonnali szabadításra. Az azonnaliból az lehet, hogy volt, aki kedden engedtek. Mondta valaki önöknek azt, hogy tévedtünk? Sem. Még sajnos nem. Bocsánat, hogy csak kérte. Hát még bocsánatot, ami nem tudom, lehet, hogy ők már, nyilván ők már